Azért ez egy fasz a kis táborhely volt. Hát, hogyha jobb lett volna a talaj, akkor mintha. Annyira vagyunk az országúttól. Na, akkor sikeresen el is indultunk a második napunkon. Úgyban vagyunk Pomoród és Kőhalom fele. Gyakorlatilag sokkal tovább jutottunk, mint terveztük. Hát nem sokkal, nagyjából 20 kilométerrel. Ez bőven elég. Úgyhogy most elsőnek irány Pomoród. Szintén megnézzünk egy erőd templomot. És akkor ez lenne itt Pomoród erőd templomja. Szintén ugyanazzal a funkcióval, mint az összes többi, amit eddig láttunk. De ez sokkal nagyobb, mint az eddig látottak, és láthatóan sokkal jobb állapotban is van. Bár úgy nézem, hogy bemenni ebbe se fogunk. Az egész körbe van véve fallal. Ami még most is viszonylag egészen jó állapotban van. Igen, igen, pontosan. Nem jobb, csak más. Kicsit nem ráz annyira. Még 4 kilométer Kőhalom, az volt kiírva.
szembe fel is tűnt a kőhalmi vár. Oda föl kell menni. Nem kicsi az a vár. Azt hittem azért az kisebb. Lassan-lassan elérjük Kőhalmot, ahol előttünk már ott tornyosul a vár. Elég magas dombon van, hát oda sajnos folyra kell másznunk. Sem egy bizalomgerjesztő hely, ami azt illeti, de ez egy egészen nagy településnek néz ki. Hát lovaskocsival ide nem szokt bejönni, ahhoz képest ott szembe pont jön egy. Elég szépen megmaradt ez a vár. Lehet, hogy esetleg gondozzák is, és fel is újították részben. Ez lenne Kőhalom belvárosa. Itt egy picikét megálltunk bevásárolni. Találtunk egy jó kis profit. Föltöltjük a készleteinket. Összességében maga a város nem egy nagy tudsz, mert ennyi a fő része. Valahol a templom mögött bújik meg a vár, ahova föl szeretnénk menni. Valahol ott fönt. Akkor elindultunk fölfele a vár fele. Ó, de fasz a kis macska kövessel kezdődik. Hogy én ezt hogy utálom.
nem lesz. De a várhoz mindenképp föl kell menni. Az a kis 6%-os emelkedő. Jobb érzés felmánházott biciklin macskakövön fölfele tekerni. Ó, bazd meg, és mi van még ott? De már nem macskakő legalább. És változatlanul 6%.
Ez itt azonnal át is ugrott 10%-ba. Akkor ez lenne itt a kőhalmi vár. Fent itt a dombtetőn. És ide most be is fogunk menni, kivételesen. Tíz leért engedtek be, ami nagyjából olyan 700-750 forint lehet, maximum. Maximum 750 forint. Azt gondolom, hogy ez bőven kifizethető. Nem tudom, mi az, amit ezért meg lehet nézni, de szerintem elég sok mindent. És a várnak az egyik belső udvara. Nem tudom, mennyi fog ebből látszani. A nap az sajnos pont szentbe süt. Na, azt nézem, hogy sok ilyen kis hely van, ahova be lehet menni. Először körülnézek itt kívül, és megnézzük, hogy ezekben mi van. Sőt, oda még le is lehet menni, ha jól látom. A pince helység, majd megnézzük. Az árnyékban elég hűvös van. Ó! Kis madárka bekeveredett. Hopp, most jött ki. Megnézzük majd innen, milyen a kilátás. Úgy látom, hogy fölfele is föl lehet menni. A belső vár részre, meg ott fölfele is. Azt hiszem, mint a padra ráva. Nézzünk is egy kilátást gyorsan. Igen. Igen, ott az út, ahol föl kellett kapaszkodni. Hogy elnézem, ezt a várat nem véletlenül építették ide. Gyakorlatilag az egész környék belátszik. Minden belátható innen. Fantasztikus a kilátás. Na, megnézzük arra, mi van lent. És igen, alattunk kőhalom terül el, ahonnan elindultunk fölfele. Hoppá! Kicsit csúszósak ezek a kövek, könnyű elesni. Igen, ez itt alattunk kőhalom. Egy ilyen elég rozog a út vezet itt végig, amúgy nem lenne rossz menni, csak így SPD cipőben azért ez nem a legfaszább. Lehet, hogy erre itt fölmegyek, fölmászok, megnézzük, hogy milyen a kilátás, ha csak nem jönnek és ugatnak le rögtön, hogy húzzak a picsába. Na így. Na szóval innen azért már jobban belátszik az egész város. Ott van a belvárosi rész, ahol
megálltunk bevásárolni és megkajáztunk. Na, és akkor most innen valahogy le kéne mennem, ez egy ilyen támfal. Hát bazd meg. Azt a kurva eget. Na. Ez egy ilyen külső kis út, ahol az egész várat körbe lehet járni, itt a külső vár fal mentén. De maga a vár az így itt van bent. Oda is be fogok menni. Csak előbb körül kell nézni idekint, hogy mi van. Na, és ide be is fogunk menni, megnézzük, mi van itt. Nem tudom, hogy mennyi fog látszani, mert szerintem bent nagyon sötét van. Hát... gyakorlatilag semmi nincs. Ez valami helység lehetett. Egy micsoda? Nem tudom. Menjünk tovább. Ott is van valami. Azt is meg kell nézni, sőt, lefele is. Hopp, meg itt fölfele is. Azért jó, azt tetszik, hogy minden helység nyitva van. Nem úgy, mint nálunk otthon, hogy sok helység le van zárva a látogatók elől. Itt úgy látszik, hogy nem. És itt föl is lehet menni. Na, gyerünk! Ez egy ilyen felső galériának tűnik, lőrésekkel. Faszak is lőrések vannak. Én biztos lehetett lőni az ellent rendesen. A vár belső udvarára, és onnan jöttünk be. Ott a bejárat. Hát ez... ennyi. Basszus. Egy pince, azt is gyorsan meglessük. Nem is pince, ez az valami lenti helység. Ez is valami harcászati helye lehetett, mert tele van lőrésekkel. Bizony, bizony. Nézzük meg, mit láttak innen az eleink. Gyakorlatilag az egész várost rommá lehetne lőni. Hát ebből nem hiszem, hogy látszana valami. Megint ugye a belső udvar. És akkor nézzük a következőt. Ez szintén ugyanaz. És nem tudom, hogy itt ezekben életvitelszerűen laktak-e, vagy csak és kifejezetten azért volt, hogy
innen védeni lehessen a várat. Ezt nem tudom. Hát ide is fölmegyek, de szerintem nagyon gyanítom, hogy ez ugyanaz lesz, mint az összes többi, amit eddig láttam. Igen, ez ugyanaz. Akkor nézzük meg a belső várudvart, hogy vajon az milyen. Kifejezetten tetszik ez a vár, nem sok minden maradt meg belőle, de ami megmaradt, az úgy látszik rajta, hogy tehát azt úgy próbálják megóvni. És nem úgy néz ki, mintha próbálnának hozzárakni valamit, hogy még látványosabb legyen. És kifejezetten tetszik, hogy azok a helységek, amiket használtak, azok nyitva vannak. Nincs elzárva az összes. Mint otthon nálunk a legtöbb várba. Szinte el vannak zárva az összes helységek, és csak egy-kettő van nyitva a látogatók előtt. És azok is szinte plusz pénzért nézhetők meg csak. Ez a belső várudvar. Nézzük meg innen is, hogy ilyen volt a kilátás. Igen. Alattunk kőhalom. Arrafelé tökéletesen látni a városnak az északi végét. A kolatillag az innen lőrésekből meg magának a területnek, a helységnek a megközelíthetőségét lehetett szemmel tartani. Nagyon jó. Na, itt mi van vajon? Ez egy elég pici helység a többihez képest. Itt meg valami lépcső visz felfele. Na már itt vagyok, nézzük meg. Hopp, és még egy helység. Így hirtelen. Ebben már nem megyek be. Ugyanolyan, mint az összes többi. Valószínűleg ez lehetett az eredeti lépcső, mellette meg egy ilyen fa lépcső vezetett föl, majd kiderül. Itt mi van? Az a furcsa, hogy ezeken a táblákon egy magyar felirat nincsen. Román, német és angol. És egy darab magyar felirat nincs. Ez szomorú.
Hát azért van itt újítás. Ezeket a téglákat párkánynak nem az ősök rakták föl. És úgy nézem, hogy elértem a várnak a csúcsát, úgymond. Ó, ha ezt tudtam volna, hogy ez így van, főhozom a kaját, ezt itt teszek. Mennyire jobb lett volna itt kajálni, mint a profi előtt. A sok cigány mellett. És akkor menjünk le a régi lépcsőn, ha már itt van. Tényleg azért így nem a legbiztonságosabb eszpíri cipőben, de megoldható. Hoppá, hoppá. Akkor nézzük meg ezeket a lentebbi helyiségeket is, amit eddig kihagytam. Ez nagyon úgy néz ki, hogy ezek ugyanolyanok lesznek, mint az összes többi, amit láttam. Hoppá, hoppá, itt föl lehet menni. Na, megnézzük. Megnézzük, mi van itt fönt. Hoppá, hoppá. Majdnem leborultam. Ide föl kell menni. Ó, de sötét van. Hú, bazd meg. És valaki ide ugrik, akkor beszarok. Szokásos lőrések. Aha. Ezt csak levisz oda egy ablakhoz. Jaj, bazd meg! A picsába! Van egy kurva nagy küszöb, és a sötétben semmit nem látni. Azért ez így nem vicces, legalább egy lámpát rakhattak volna. Hol a lépcső? Ó, bazd meg! Most már ide is nézzünk le. Kurva sötét van. Semmit nem látni.
Viszont lehet, hogy azt a két helységet már kihagyom. Nagyon-nagyon gyanítom, hogy ez ugyanolyan lesz, mint ahol eddig jártam. Úgyhogy ezt most így... Oké, hát ennyi volt a kőhalmi vár. Na, akkor lassan-lassan elhagyjuk Kőhalmot. És irány Fogaras. Át a dombokon. Nem volt jobb az meg! Nem jól indultam! Néz ki, hogy egészen Fogarasig ezen a dombvidéken fog vezetni az utunk. Na, mi abból fog állni, hogy hepehúpa. Le, föl. Aztán megint le, föl. Azért jöttünk erre, mert a fő útvonalat követtük volna. Nagyon hamar rátértünk volna az egyes számú fő útra, ami az egyik legforgalmasabb út Romániában, és azt kiszerettük volna hagyni. Egyrészt, másrészt meg ez rövidebb. Igaz, hogy itt a minőség azért nem olyan jó, viszont forgalom meg alig van. Lassan elérünk valami települést, amiről fogalmam sincs, hogy mi lehet. Bár most itt ki volt egy mérföldkő, vagy kilométerkő inkább, bocsánat. Ki volt írva, hogy Dácsia egy kilométerre. Valószínűleg ez a falu lesz az. Egész jónak tűnik így ez az út egyelőre, mert itt nem az út minősége, hanem az, hogy egyelőre síkon tekerünk. Forgalom viszont szinte nincs. Ez így nagyon tetszik. Modern technológia csúcsa. Patak fölött napelemes rendszerrel kiépített személyi átvonó. Az az érdekes, hogy
Van az a fülke, amit átvisz a drótkötélpálya a patak fölött, gyakorlatilag szinte át lehetne ugorni, és nem is az a lényeg, hanem az, hogy én egy hídon állok ennyire tőle. Hát ez egy híd, ami ugye átvisz oda. Úgyhogy, de azért hasznos, biztos hasznos lehet. Főleg gondolom, hogy jó sok pénzért építették. Mármint nem azt a kis fülkét meg drótkötélpályát, hanem azt, ami ott van mellette. Ez a napelemes rendszer. Azt kell mondjam, hogy ez a Dacia nevezetű falu egy bizalomgerjesztő környék. Mindenütt romos házak, az agyon szart utca, az út, mindenhol a sárta kutyák meg a fogatlan emberek. Na, elől a paci nagyon nyivákol, nem tudom mi nem tetszik neki. Remélem, nem akar megtámadni. Nem szeretnék. Na, buksi elindult. A kurva anyád, buksi elindult, rohadjon meg. Ó, szopjon le. Hát, bazd meg. Buksi rám rontott. Igen. Te rád nem? Úrúrvaszeg. Jaj, kellett egyet izmoznom vele. Bár néztem messziről, hogy ott van, honnan már nézett. Na most megindul, nem indul? Az, az a fehér. Igen, szerintem te volt. Van másik? Jó, oké. Az kell el hasba, igen. Jó kis sör. Ő meg hozta a sört. Mutatta, hogy az kell a hasba, nem az üdítő. Itt az első dombocskánk, amin át kell vergődni. És nagyon úgy néz ki, hogy ilyenből lesz még sok. Elég jól indít rögtön 4%-kal. De úgy látom, ez nem volt nagy, ott már mintha rögtön síkba is menne.
és már lehet is gurulni lefele. Előttünk feltűnt egy újabb falu. Érdekesek ezek a falvak, ezek csak így itt vannak így a völgyben, ez a dombos vidéken, de leginkább odahaza a nógrádi vidékre emlékeztet ez az egész. Ez így messziről kicsit jobban rendezettebbnek néz ki, mint az előző, ahol átmentünk. Remélem, hogy úgy is van. Az út az minden esetre nagyon fasza. Az, hogy nagyjából 5-10 percenként megy el egy autó. Abból is eddig a fele az ilyen teljszállító volt, mint most itt előttem. Buksik megindultak. Megilletek a kurva geci kutyát! Hogy rohadjanak meg! Ó, baszki! Ó, az Isten bassza meg! Azt kell mondjam, hogy maga ez a vidék, ezzel a dimbes, dombos környezettel még szép is, meg fasza is, meg jó is, csak ne lennének ezek a kurva szakadt lószaros falvak. Az előbb az jutott eszembe, hogy tisztára olyan, mint a Nógrád megyébe bicikliznék, de ott nincsenek ennyire lószaros falvak. Itt viszont mindegyik falu le van pusztulva, és tiszta lószar.
Szembe a távolba föltűn már a következő falu. Most már egy kicsit azért félek bemenni. Valahogy nem vágyom rá. Nem fokozza a hangulatomat. Hát, ha esetleg megint lesznek még kutyák, akik meg akarnak kergetni. Itt viszont most egészen jó az út minősége. Sőt, nem jó, kiváló. És kim van. Rohadjon meg. Hello! Na, Buksi, jössz, maradsz? És Buksi marad. Nagyon jó. Az ilyet szeretem. Tényleg az a baj, hogy mindig így a falu határába, az elején vagy a végén vannak kint ezek a kurva kutyák. Gondolom, ugye itt senkit nem zavarnak. Benne a faluban már nem merik őket így kiengedni. De hát nekem ez bőven nem jó. Falubeli emelkedő. Ezt nem értettem sosem. Akkor elkezdik a falut kiépíteni. Miért nem rakják az egészet síkra? Érdekel, hogy legyen benne egy domb. Ez egy ilyen falu. Ahogy elnézem némelyik házat, meg ahogy föl vannak építve, meg összeépítve, ezek is még mindig a szász jelleget mutatják nagy részt. Hát ez is szász vidék volt. Nem is olyan régen.
ezt a rószaros rohadt életbe. Látom, jön-e? Nem látom, valahol megint lemaradt. Nem majd találkozunk. Hát itt nagyjából egy ilyen fal. És már is elértük a következő falunkat. Nézzük, hogy a lószarmérési skálán hol áll vajon. Egész jól indul, mert ide a falu határába ki van hordva a lószar. Ez még csak egy picikét van összeszarva. Az már megvan. Jaj, falu széle, jobbról putri. Azt figyelem, hogy kutyák nincsenek-e. Jó, kutyát nem látok. Sem egy érdekfeszítő falucska, azt kell mondjam. Jó, de büdös van. Ha, szembe feltűnt egy egészen vadonatúj ortodoxtán. Lehet ez a legnagyobb érték az egész faluban. Templom mellett kocsma. Hogy is lehetne másképp? De az út közepén lószar, hátán lószar. Most eléggé szépen elkezdett fölfele emelkedni az út. Erre a dombra.
Van is egy-két visszafordító. De azért kellemesen járható. Nem nagyon, 4%-os átlagba. Az elején volt egy 7%-os kaptató. De ez most így egészen kellemes. És akkor innen látszik jól a vidék, ahonnan átjöttünk. Itt szemben, ahol van ez a falu, ott végig egy ilyen völgy folytatódik, azon keresztül jöttünk, és az egész egy ilyen lankás, dombos vidék. És az út, ahol kell felkapaszkodni. Laci barátom ott gyűri fölfele a kilométereket. És ott még van följebb is. Hát ez ilyen. Remélem ennél magasabbra ezen a szakaszon nem megyünk. Lesz még előttünk jó pár hegy. Itt nem akarok ezzel izmozni. Itt szépen fölfele emelkedik még. Még mindig. Gyakorlatilag most már harmadik visszafordítón vagyunk túl, és még itt mindig jön. Laci barátom meg kicsit már föntebb van, mert én megálltam egyet videózni, meg egy pár fotó erejéig. Viszont egyre szebb a kilátás erre a dombvidékre. Az az érdekes, hogy az időjárás előrejelzésben mai napra erre a vidékre egész napos esőt mondtak. Ezzel szemben nagyon szép idő van. Látom, Laci ott megállt a fa alatt, az árnyékba. Helyes, nagyon jól teszi. Ott én is megállok és bedobok egy sört. Én jó, hogy hoztam magammal. Ott ül a fa alatt és hűsöl. Ez igen, ezt így kell. Nem. Söröd van, vagy adjak? Ugye megmondta neked az előbb a cigány a lovaskocsi, hogy sört kell inni. Na, akkor egy jó kis pihenés után megkezdjük gurulásunkat lefele erről a dombról. Azért nem volt olyan hű, de nagy, de föl kellett már jönni. When I'm holding it inside, 'cause I've been where I've been and I've seen what I've seen. I-
which is a fucking waste of time. So I sang this song to the abandoned. I said what I meant and I never pretended as so many others do, intending not to please. If I damn your point of view, could you turn the other cheek? És újfent fölfele tekerünk. Előttünk ez a szép kis domboska, amin át kell mászni. Itt balra tőlünk vezet az út fölfele. Nincs is ezzel semmi baj. Csak ilyen rohadt árnyék nincs sehol. Végig tűz ránk a nap. Elértünk. Pontosabban ott még van egy picike emelkedő, de szemben már feltűntek a fogarasi havasok. Az ott szemben már maga a hegység. És látszik rajta, hogy az már nem dombvidék, hanem igazi magas hegység. Ez lesz a holnapi program, azon kell átmenni. De egyelőre még itt előttünk van ez a pár kis domb. Le kell jutni fogarasra. És majd utána valahol el is kell cuccolnunk éjszakára. Hát, azért az nem lesz egy gyönge feladat, ahogy idézem azt a hegyet szembe. Nem tudom, mennyit vesz a kamera belőle, vagy mennyi látszik, de innen tisztán kivehető a hegység körvonala. Úgy néz, hogy elértük a fogarasi várat. Úgy bizony. Csak merre kéne menni? Igen? Aha. Ha menjünk erre, bassz meg. Nézzük meg. Jó kis vízes árok van körülötte. Menjünk, nézzük. Mit? Ha menjünk már oda, nézzük meg, mi van. Na, süt a nap. Tudszoljunk le itt akkor, Laci. Itt? Ez lenne itt akkor a fogarasi vár. Ami mellett egyébként meg rendes kis vizes árok van. Hattyúkkal, meg mindennel. Meg szökőkúttal. Persze ez nem biztos, hogy itt volt annak idején, amikor ezt építették, de most már van. Háttérben egy hatalmas ortodox templommal, gyönyörű szép aranytetővel, nagyon csodálatos. Fúj! Szóval maga a várnak a bejárata. Ez már azért egészen más, mint ahol az előbb voltunk, Kőhalomnál. Itt azért már kiépült rá a turizmus. Pontosabban a turizmusra építenek, akarom mondani. Árusokkal, ahogy az lenni szokott. Na, kíváncsi vagyok, mennyi lesz a belépőjegy. Ha nagyon sok lejt le akarnak húzni, akkor nem megyek be.
van itt minden. Az a helyzet, hogy túl sokat kérnek belépőre, és marha nagy a vár. Több mint egy óra lenne, mire én ezt végigjárnám, és jelenleg időhiányában vagyunk. Úgyhogy ezt most nem fogom belülről megnézni. Talán majd egyszer, ha erre járunk. Na, közben itt ez lenne maga Fogaras, és középen az egyes főúttal, amin haladunk. Ez az egyes főút, ez Romániának az egyik legforgalmasabb főútja. Ezen kell nekünk egy jó 30 kilométeren keresztül menni, aminek nem örülök, mert ez egy elég forgalmas útszakasz, és azért azt tudjuk, hogy a románok hogy közlekednek, és ez nem tetszik. Egyelőre úgy nézünk, hogy boltot próbálunk meglevadászni, meg egy kajálóhelyet. Bár pont kifele megyünk a városból, nem tudom, hogy mit fogunk találni. Most visszamegyünk a belvárosba, ugyanis kifele menet nem találtunk boltot. Viszont nekünk nagyon-nagyon be kéne vásárolni. Kéne valami komolyabb szupermarket. Ugyanis ma már nem lesz rá lehetőségünk sehol se vásárolni, holnap meg főleg nem. Ezt most itt le kell rendezni. Szembe feltűnt megint a kis aranyozott tetejű ortodox templom. Tiszta csicsa az egész. Minden igaz, itt balra lesz, vagy jobbra lesz egy bolt, ha jól láttam. Ott van, profi, ki van írva. Nagyon jó. Azt kell nekünk. Kilódultunk elhagyni Fogarast. Sikerült bevásárolnunk. És tök nehéz lett a biciklim. Beraktam még a csomagjaimra két-két literes üdítőt, két darab sört természetesen, meg jó fél kiló édességet.
ez csak úgy, hogy a holnapi napot azért bírja. Hát akkor irány kifele fog a rasból. És még mindig az egyes főutat nyomjuk. Azt az egyet csípem az ilyen romániai főutakba, hogy egy elég széles patkarészt hagynak, ahol azért biztonságosabban lehet biciklizni. Persze én szerintem ezt nem ezért csinálják, hogy az ember tudjon biciklizni. Nem hiszem, hogy a románnak ilyen egyáltalán megfordulna a fejébe. Feltételezem, azért csinálnak ilyen széles patkát, hogy általában az utak mindig a szélén kezdenek el letöredezni. Hogy gyakorlatilag a letöredezett résznél az autók már ne autózzanak. De ez a patka, ez pont jó nekem. Továbbra is itt vagyunk még az egyes főúton. Itt az egyik településen megálltunk egyet enni. És tovább haladunk Kerc fele, viszont a fogarasi havasok, maga a hegység szinte karnyújtásnyira van már tőlünk. Látni már fönn a hegytetőn a havat, ugyanis ott még sok helyen hóborítja a hegytetőt. Viszont jó pont, hogy magán a hegytetőn kitisztult egy kicsit az ég, vagy a hegytető tisztult, nem is tudom, hogy mondjam ezt. Mert az előbb, amikor jöttünk lefele, itt a dombvidékről, akkor maga a hegytető még nem látszott ki, felhők borították. Most viszont látni a legmagasabb csúcsokat is. Már elég homályba vesznek. Most meg tudom mutatni, ennyire vagyunk a fogarasi havasoktól. Gyakorlatilag karnyújtásnyira. Közben Laci bácsi elhúzott mellettem. A hatalmas forgalomba. Az lesz a holnapi program.
Na, egy kicsit megálltam bevárni a Lacit, mert itt jobbra le kéne fordulnunk Kercre, megnézni a régi Cisztercita kolostor romjait, és ott szemben meg megint csak a fogarasi havasok. Ami talán látszik is, hogy odafönt bizony még azért hó van. Gyakorlatilag valahol ott arra fele kéne átmennünk a fogarasi havasokon, valahol ott, a holnapi nap folyamán. Gyakorlatilag a falu az fel is tűnt, most már csak a romokat kellene megtalálni. Valószínűleg nem lesz nehéz, mert nem egy nagy falu. Viszont hirtelen árnyékos útra tévedtünk, és ez most nagyon-nagyon jó. Az egyes főúton végig sütött a nap. Egy csepp árnyék nem volt, egy négyzetcentiméternyi árnyék nem volt sehol. És most nagyon jól esik ez az árnyékos rész. El is értük a falut. Jaj, de füstöl ez itt előttem. Olyan rohadt büdös. Néz ki, feltűnt akkor a monostor, feltűntek a romok. Legalábbis a torony egy része már látszik, valószínűleg akkor a többi is ott van. És igen, és itt is van. És ez nem kicsi, mert ezt megnézzük közelebbről. Akkor ez lenne itt a kerci. Cisztercita kolostor romja. Hát ezért azért érdemes volt idejönni. Nem egy nagy kitérő.
3 kilométer a főúttól. És akkor egy kicsit belülről is. Beljebb sajnos nem megyek, mert megint egy vagyont akarnának leakasztani. Az ember megnézze, hogy miről is van szó. A lényeg azért így is látszik, miről is van szó. Elindultunk akkor a fogarasi havasok felé, a transfogaras úton. Persze ma már nem megyünk ezen végig, sőt még csak meg sem közelítjük. Valahol itt a környéken keresünk egy éjszakai táborhelyet, aztán majd holnap reggel. Szerencsénk van, az előbb találkoztunk egy motorossal, aki éppen öltözködött az út szélén. Megkérdeztem, mi a helyzet. Azt mondta, hogy nyitva van a transfogaras. Bár én odahaza azt olvastam, hogy csak július 1-én fogják kinyitni. Mivel idén nagyon nagy volt a hó, egy kicsikét úgy indultunk neki ennek a dolognak, hogy találomra, vagy átjutunk rajta, vagy nem. De közben az elmúlt héten már rengeteg autót láttam odafönt, pontosabban egy webkamerán, egy élő webkamera felvételen. Hát nem felvétel, egy élő webkamera közvetítésen, és vannak fönt webkamerák, amik élő közvetítést közvetítenek nap minden percében. Úgyhogy volt szerencsénk látni, hogy mennek föl autók, tehát valószínűleg nyitva van. Most ezt a hírt szerencsére a motoros meg is erősítette. Mára annyit szeretnénk, hogy nagyjából túljutni Kercisóarán, egy itteni falun, ami a hegylábánál van, amit ott már látni is, és akkor valahol letáborozni éjszakára. Most már nagyon közel vannak a hegyek. Tényleg egy kardgyújtásnyira, vagy egy köpésre. És már meg is érkeztünk Kercisórára. Helyi nevén Kercisóra. Fantasztikus hely lehet, mert még van múzeumja is, látod, Laci? Hát nem tudom, hogy mit állítanak itt ki. Ez lenne itt a falu. Egy kiírást itt Kercisórán, van egy kemping, megpróbáljuk azt megtalálni. Hát ha végig csak jobb lenne ott tölteni az éjszakát. Ó, azt meg. Jár, egy szarköves útra rátévedtünk, és erre vezetünk.
kíváncsi leszek erre a kempingre. De főleg, hogy mennyit kérnek érte. Na, hát gyakorlatilag a tizedik táblát látom, hogy el kell fordulni valamerre. Biztosan fogok találni. Hello kutyuli, de szép vagy! Hello! Na akkor benn is vagyunk már a kempingben, le is rendeztük a piszkos anyagiakat, ami annyira piszkos volt, hogy 20 lejt kértek el egy éjszakáért. Ez a 20 lej azért egyáltalán nem sok egy éjszakáért, egy sátorhelyért. Gyakorlatilag azt mondom, hogy biztonságban vagyunk, el vagyunk kerítve, van rendes zuhanyozó, rendesen le tudunk ülni egy adott helyre megkajázni. Ez nekünk megéri ezt a húszlejt. Pont azt beszéltük Lacival, hogy talán a faházat még 30 év is idatta volna, és akkor ágyban alszunk. Nem matracunknak hálózsákba, de mindegy, ebben már nem akartunk belemenni. Most éppen megyünk hátra, megyek hátra, ahol a sátrat lehet felverni. Várok, történjen, amire vágyok, körbeutazzam a világot, kinevethet mindenki akár, nem az én hibám, így érezném jól magam, csavargó maradtam. Ha így tenne, aki csak él szeméből, soha, soha nem tűnne el a fény. Álmából csak jókedvűen riadna minden egyes pillanat, szép emlék volna. Felfedezők nagy útját, állomásul állomásra megyek, el nem tévedek, mindenütt otthon mindenkibe botlom, ismerős talán. Mindenki boldog, jól mennek a dolgok, remélem, hogy nincsen messze már. Nincsen messze már. Kívánság, jó lenne az az igazság, ha így járna, aki csak él szeméből,
soha nem tűn el a fény. Álmából csak jókedvűen riadna minden egyes pillanat, szép emlék volna. Fjordokon, ha kikötnék, ott lenne az otthonom. Nem áll az utamba semmi már, rám a világ vár. Mindenütt otthon, mindegyibe botlom, ismerős talán. Mindenki boldog, jól mennek a dolgok, remélem, hogy nincsen messze már.